fiatal asszony úgy a földön, mint a szexádi asszonyok. Így kezdődött vasárnap a Szent László napi vigadalom. A felvonuláson részt vett a város apraja nagyja, élükön a királlyal és a feleségével. A menetben a felséges párt követte az udvartartása, a kisasszonyok, a háremhölgyek, a papok, az íjászok és a zenészek. A menet után a Béla téren zászlóforgatók mutatták meg, hogy mit tudnak. A rendezvény színvonalával a szervezők teljesen meg voltak elégedve. A siker záloga az volt, hogy időben el kellett kezdeni az előkészületeket. Az ünnepségre több ezer ember volt kíváncsi. A téren a szembár merre nézett, mindenütt a kor gasztronómiai finomságait és kézműveseket látott. A király meg is jutalmazta a kalmárokat. Godóné Varga Piroska királyi szövőnő társával a leghitelesebb sátor címet nyerte el. Mit jelent önöknek, hogy önök lettek itt az udvarban a leghitelesebb sátor? Mekkora megtiszteltetés? Hát Isten, igazából még nem tudjuk felfogni, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon sokat dolgoztunk rajta, hosszú évek óta dolgozunk rajta, és igen nagy örömmel vettük át az oklevelet, ugyanis ez egy nagyon hosszú munkának egyik állomása. Akkor, amikor a város tavaly adventet ünnepelte, a Garai iskola kapualjába szintén általunk készített adventi kiállítás volt látható, amire a polgármesteri hivataltól, illetve a polgármester úrtól kaptunk nagyon szép levelet, egy ilyen leghitelesebb középkori kalmár díszoklevél. Ez egy nagyon meghatározó adomány, amihez megpróbálunk felnőni, megpróbálunk ehhez mérten élni és dolgozni, mert nem is tudom másképp. Rövid idő alatt is meg lehet tanulni, ha valaki szívvel, lélekkel csinálja. Egy odaadó munka, egy szorgalom, és egy-két éven belül ugyanezt meg tudja csinálni bárki, hogyha ha tényleg szorgalmas. Vigyázni kell a kézre, és akkor megy minden. Az itt látott munkáknak a mintája, az az ön fantáziájának a terméke, vagy vannak olyan hagyományok, ahova tud kötődni? Hagyományok, hát mondjuk azt nem is szabad elfelejteni, mert innen indul ki minden, de vannak önálló munkák is, pontosabban még annyira is eljutottunk, hogy saját találmányú dolgaim vannak, mint a gyékényvirág, egy nagyon szép saját találmányú adventi gyékénykoszorú, amihez hozzáfogható még nem jelent meg. A templom melletti téren volt a helye a különböző középkori játékoknak. Voltak, akik egymással harcoltak, mások hordón lovagoltak, vagy Paprika Jancsit szerették volna eltalálni. Kipróbálunk minden játékot a gyerekekkel. És most is a gyereke játszik éppen valahol, vagy csak várunk, nézik? Várunk a sorunkra, hogy sorra kerüljük. Volt-e valami más, amit kipróbáltak még így a kavalkádban? Nagyon széles a kínálat, mi volt az, ami a legjobban tetszett? Hát megnéztük az íjász bemutatót, illetve a zászlódobálókat, ezek, illetve a kicsinek a lovagok, amit bemutattak, az tetszett a legjobban. Ki szeretném megpróbálni ezt a dobálóst, hogy le kell szedni a másik batról a kötelet. És kivel fogod kipróbálni? Anyával vagy a tesómmal, a Vivivel. És melyiket próbáltad már ki? Mi volt az, ami a legjobban tetszett? Nekem legjobban a csúzlés tetszett ott a Paprika Jancsinál. Eltaláltad? Nem. Majdnem eltaláltam az egyiket. Hogy milyen volt kipróbálni, hogy hogyan harcoltak régen? Hát nekem tetszett. Szerintem elég jó dolguk lehetett meg. Nem. Milyen képességeket tesz próbára, mire kellett figyelni? Hát nagyon sok erő kell hozzá, mert elég nehéz dolgokat lehet itt kipróbálni, meg ügyesség, kitartás, meg ennyi. Melyetek volt az ügyesebb itt mostanél az utolsó? Hát, szerintem ismerős barátom, mert hát ne, sokkal jobban használta meg a botot, mert elbírta meg, mert szerintem kicsit nehéz volt ott az vége. És hogy lehet-e továbbfejleszteni a Szent László napi ünnepséget Szekszárdon, az majd jövőre elválik. Annyi biztos, hogy 2008-ban már a határokon túlról is érkezni fognak kézművesek, mulattatók.